Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy barangolás Ázsiában rész lesz. Mégpedig... Látszódik? Nem, Ázsia mit van? Ide jövünk. Nem látszik, mert ez egy pöttyi sziget, de... Ez le is rakom. Szóval, a mai állomásunk nem más, mint Szingapúr. Ugyanis végre elolvastam attól a szerzőtől egy könyvet, amit nagyon-nagyon régóta szerettem volna, aki szingapúri szerző. Ez pedig nem más, mint Kevin Kwan, és tőle a Kőgazdag ázsiaiak első részét olvastam. Ezzel az a sztorim, hogy mikor kijött az első, nem? Amikor kijött belőle a film, volt 2018-ban talán, akkor jött ki belőle a film. És nekem az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tetszett, tehát 2018-ban sok jó romkom jött ki, és a Kőgazdag ázsiaiak filmadaptációja az kifejezetten egy nagyon jó romkom volt. Azóta már többször is újra néztem, most meg még Netflixen is fel van, úgyhogy a filmet csak ajánlani tudom. Spoiler alert, a könyvet is egyébként. De akkor menjünk bele, tehát nyilván én tudtam a sztorit, hogy mi az. Alapvetően ez arról szól, hogy a két főszereplőnk az Rachel és Nick, és ők Amerikában találkoznak, és Nick, ő szingapúri. Rachel meg, mikor még kisbaba volt, akkor az anyukája az emigrált Amerikába, tehát ő Amerikában nőtt föl, és ők egy pár. És Nick legjobb barátja házasodik Szingapúrban, és erre elmennek Rachel-lel kettesben, de Nickről kiderül, hogy egy elég gazdag szingapúri családba tartozik, és ezek a gazdag szingapúriak, ők sznobok és minden egyéb hasonlóság, hogy nagyon számít nekik a család, milyen, honnan származik, mennyire gazdag, pénz, és akkor végül is ebbe kerül bele Rachel, és ezzel így meg kell küzdenie, hogy akkor ez a helyzet így most milyen. Ez alapból a történet. Ugye ez alatt az esküvőre készülődés, és maga az esküvő alatt így derülnek ki dolgok, meg belelátunk az egész kőgazdag rétegnek az életébe ezzel a könyvvel. És közben egyébként nem csak Rachel és Nick útját követjük, hanem egy csomó másik családtag szempontjából is van fejezet. És részben másabb a film a könyvhöz képest, tehát voltak dolgok, amik így nyilván nem ugyanúgy történtek, de szerintem magát a filmet egyébként nagyon-nagyon jól adaptálták át ebből. Viszonylag sok, a legtöbb elemet megtartották a könyvből. Kicsit átgyúrták, és kicsit könnyebben emészhető formába tették, olyan értelemben, hogy sokkal kevesebb szereplővel dolgoztak, akik mondjuk kevesebb szereplő kapott több játékidőt, azt hiszem ezt így kell mondani. És így gyakorlatilag egyszerre nem fókuszált annyi félre vonalra, mint a könyv mondjuk, hanem így rajta maradt Rachel és Nick vonalán, meg egy kicsit így Astrid Nick kuzinja lett így még kicsit bemutatva a filmben, és ez nekem nagyjából ez a két főszál egyébként a könyvben is, csak van benne nagyon sok mellékszál is. Kicsit lassan haladtam egyébként a könyvben, mert egyrészt ez miniatűrbetűkkel van írva, tehát ez szerintem és ugye 400 oldal, és nagyon sok más a dinamikája, tehát filmben ez sokkal dinamikusabb volt, itt meg sokkal több időt eltöltöttünk abba, hogy így magyarázott háttértörténeteket, adott hozzá háttértörténeteket, részleteket, kitekintéseket, van benne egy egész családfa is, ami már jó bonyolult követni, hogy itt ilyen mindenki mindenkivel rokon valamilyen szinten. Szóval egyébként tetszett a könyv, viszont vannak dolgok, amik szerintem a filmben jobban meglettek oldva, vagy lehet csak azért, mert egyszerűbben nem nézhetőek. De nagyon-nagyon szeretem a filmet, és szerintem egy icipicit, de szerintem a filmet egyébként jobban szeretem jelenleg, mint a könyvet, de a könyv is jó volt, végül is én 4 csillagot adtam rá, és szeretném tovább olvasni, mert még van 2 része, úgyhogy azokra is kíváncsi vagyok. És szerintem megveszem ebbe a sorozatba majd őket, mert ez olyan szép. Nekem ez nagyon tetszik. A magyar dizájn nekem nagyon nem jön be, de nyilván ugye ez ízlések és pofonok. Egyébként ez egy jó kemény, de ilyen odaszúrás is szerintem elvileg az ilyen kőgazdag ázsiaiaknak konkrétan, tehát
egy belelátást is ad abba, hogy ők hogyan működnek, és egyben így érzékelteti, hogy nagyon más helyen vannak az értékeik. Egy dolog, ami a könyvben viszont nekem sokkal jobban tetszett, és a spoiler, hogyha valaki nem látta a filmet se, meg nem olvasta a könyvet se, de nem tudom mennyire nagy spoiler igazából, csak másként van kezelve. Szóval az a helyzet, hogy Astridnak a sztori szála az ott jön be, hogy őt csalja a férje, vagy rájön, hogy csalja a férje. És ezt annyira a filmben nem fejtették ki, és szerintem nem is lesz több része a filmnek, tehát hogy így nem folytatják, az így egy darab film is lezárták. Csak ugye belevitték Astrid szálát is, és a könyvben elég sok idő eltelik azzal, hogy ezt így nyomozza, meg próbálják ledumálni, meg minden, és a filmben így viszonylag kevés szó van erről, de hogy az a lényeg, hogy a könyvben kiderül, hogy Michael csak úgy tett, mintha megcsalná Astridot, hogy Astrid kidobja, mert hogy így nem igazán bírja már elviselni ezt a házasságot, meg szerintem nem illenek össze. És a világ legjobb ex-pasia van ebben a könyvben, de tényleg, mert Astridnak a volt barátja. Vele együtt egy kicsit összeszervezkednek, hogy lekövessék Michaelt, mikor egy ponton ő se szó, se beszéd lelép, és elmegy, hogy hát ha Astrid beadja végre a vállópert. És Charlie csodálatos ember, mert hogy azzal ért véget így az Astridos fejezet, legutolsó Astridos fejezet az volt ebben a könyvben, hogy a Charlie, miután Astrid elment, fölhívott egy csomó embert, hogy intézzék el, hogy a Michaelnek a cége az jobban teljesítsen, meg így vásárolt. Nem értek ez a gazdasági részéhez, de hogy így az volt a lényeg, hogy egy kicsi munkaerőt tegyenek bele, meg hogy kis pénzt tegyenek bele, és hogy ugye pörögjön a cég, hogy Michaelnek kevésbé legyen olyan érzete, hogy mivel ő nem olyan gazdag, mint Astrid, ezért nem érzi magát elég pasinak hozzá, ami ez egy magadban kéne lemeccselni, de hogy amúgy milyen cuki már Charlie-tól, hogy próbálja elintézni, hogy Astrid és Michael összejöjjenek megint, és kibéküljenek. És már csak ezért is tovább akarom olvasni egyébként, hogy kiderítsem, hogy tényleg sikerülni fog-e megoldaniuk ezt. A lényeg, hogy Michael személye a filmhez képest a könyvben ott sokkal kevésbé zuhant meg, miután kiderült, hogy igazából nem csalta meg Astridot, csak próbálja azzal, hogy úgy tesz rávenni, hogy váljanak el. Ami nem vagyok kielégedve nyilván az indokaival, viszont sokkal jobb, hogy nem csalta meg, mert a csalás az nagyon tud engem irritálni. Még szerintem másokat is. Ez volt a legnagyobb különbség szerintem, mert a filmben igazából erre nem tértek ki. Tehát, hogyha tovább fűzték volna azt a szállat, lehet ott is kiviszik erre, de így ezt éreztem a legnagyobb különbségnek, meg a leglényegesebbnek. Még esetleg annyit szerintem a filmben lehet kicsit jobban kommunikálták le a dolgokat, már mint Rachel és Nick, mert itt nagyon sokáig Nicknek így abszolút föl se tűnik, hogy ő amúgy semmit nem mondott el Rachelnek, ami azért van, mert hogy neki ez így családilag bele lett nevelve, hogy nem beszél magáról, meg a családról, csak nekem ilyen fura volt, hogy Rachel se kérdezett rá, ő se mondott semmit, és így 400 oldalon keresztül teljes homály volt a leginkább az ilyen vagyont, címet és gazdaságot tekintve, és ez így nekem kicsit fura volt, mert ezt a filmben azért lekommunikálták viszonylag gyorsan, nyilván azért, mert ez egy hosszú könyv, és valahogy fel kellett pörgetni, hogy a 2 órába mondjuk beleférjenek. De hogy az úgy valahogy nekem jobban működött, mint így a könyvben. Itt se volt rossz, mert azért itt is kommunikáltak, meg hogyha valami olyan volt, bocsánatot kértek, és beszéltek, ami piros pont, mert szeretem, ha kommunikálnak. És igazából nem volt benne egy ilyen hű, de nagy összeveszés, olyan, tehát nem volt ebben ilyen félre kommunikációs összeveszés, hanem az volt, hogy leültek, beszéltek róla, és akkor így próbálgatták, hogy akkor hogyan kéne megoldani, szóval attól még ez jó pont a könyvnek. Szóval ez lett volna a szingapúri barangolás, és szerintem majd egyszer csak folytatom a sorozatot. Annyi mindent szeretnék jelen pillanatban olvasni, egy kicsit túl soknak érzem. Jó lenne majd, de szerintem először be kell őket rendelni, mert ez nagyon tetszik ez a borító dizájn, és ezt szeretném tudni a polcomon. Na. Szóval ez lett volna a Szingapúr. És még egyszer, hogyha esetleg a könyvben annyira nem gondolkodtok. Én a filmet tényleg nagyon tudom ajánlani, én nagyon-nagyon szeretem a filmet, és szerintem az is mindent visszaad. Tényleg annyi, hogy kevesebb szereplővel dolgozik, ami nem árt meg neki, mert így voltak ilyen szereplők, akiket így néha nem értettem, hogy oké, te így vagy,
Mármint így értettem, hogy miért, csak hogy így a filmben megoldották felányi karakterből mondjuk. És nagyon poén. Szerintem nagyon jó a film, úgyhogy azt mindenképp ajánlom, de ezt is főleg, hogyha mondjuk tetszik a film. Mert szerintem viszonylag hasonlóak, de egy nagyon jó adaptációnak tartom továbbra is a Kőgazdag ázsiaiakat. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!